Sziasztok, én Atesz vagyok, és hosszabb idő után ismét visszatértünk a Minecraft-tal. Itt van Matesz. Sziasztok. Sziasztok, én is itt vagyok. Jó, és akkor legfontosabban kezdjük a lovakkal, amiket találtunk, amiket nem láthatatok az én hibám miatt, és a hangom meg Igen. nincsen. Ez itt Atesz lova. Igen, éppen itt van. Csak pettyesek voltak egyébként. Itt meg Matesz-é. Sok különbség nincs a két ló között, Matesz egy fokkal sötétebb. Az övé olivéra, ahogy már tudjátok, illetve, bá buj. Szóval, ugye volt egy okos komment, hogy amit neked is tetszett, hogy kéne egy esetleg egy torony, amivel jó nagy távolságból lenne látni a kis birodalmunkat. Én úgy gondoltam, hogy ide a domtetőre szerintem jó lenne. De nem látni a fáktól, ha elmegyünk arra fele. Hát a nagy fákat, vagy egy nagy tornyot csinálunk, vagy kivágjuk az összes fát. Vagy... Hát persze, majd itt fákat vágunk. Vagy felgyújtjuk. Szerintem ide a sivatagba kéne. Jó, de szerintem a Netherből is át lehet menni akár. Csak amiatt egyébként, mert szerintem oda a kövek. Milyen kő van ott? Netherstone kéne. Na, és akkor... Igen. Én ezt terveztem. Jó, és akkor nézzük. Volt valami bányák okay. Itt, ahova lementünk? Ja, hát a vasút, ahova vezet arra, úgy pont jó. Hát elmész arra majd. Jó. Én ott igen, szerintem elkezdem... A tornyot? Ja, hát gondolom cobblestone-ból lesz. Ja, lehet abból is. Hát mert most az a legegyszerűbb. Meg nem... Hát jó, hát azért megpróbálom esztétikusra, de... Jó, hát majd meglátjuk. Adja oda minden követet, ami van. Jó, kiszedem a chestekből is, ami van. Ilyen fézúzott követ is lehet ma is pakolni, úgyhogy... Hú, tök van itt egyes, itt szórom ki. Jó. Meg itt van még 9. Ezt mindjárt kis dobom. Én meg addig lemegyek, és akkor egy gyémánt sárkányt kéne kraftolni. Gyémántot? Atya világ! Van gyémántunk valahol, csak nem találom egyelőre, hogy hol. Jó sokunk van, azt úgy emlékszem. Vagy hát van egy pár. 3 kereken, úgyhogy. Hát többre emlékeztem. Mennyi? Vagy lehet, hogy ez egy másik pályán volt, nem tudom. Az egy másik volt, akkor volt több mint 10 darabunk, az Devot feljött a szerverre, azt egyből bekraftolt 2-t. Ja tényleg, ja, az azon volt, igen. Ja, mert úgy gondolta, hogy miért ne. Még ugye, jó Minecraftosok, ez a sztoriaiként úgy volt, hogy futottunk mi is egy... Hát, emellett ugyanúgy játszottunk Minecraftban még egy időben. Tehát a mapon kívül, még igen. Most megy sorozatban. Aztán bemutattuk Devonnak, feljött, ő egyből felhasználta azt a 17 gyémánt cuccos, közben nincs itt vasúti cuccos, hát ez nagyszerű Minecraft. Szóval ő mind felhasznált, hát nem mind felhasznált, felhasznált belőle 3-at. Jó sokat. Meg ki voltunk rakadva, hogy így spórolunk, de megkapásból feljön és elhasznál 3-at. Végülis 14 így is maradt, de hát jó, nem így terveztük, csak ennyi igazából a történet. Igen. Ja, de most jutott eszembe, hogy ezt nem is kocka alakúba kéne csinálni, mert az úgy hülyén néz ki. Jó, én ezt rád fogom bízni. Majd visszajök, és akkor meglátom, hogy micsoda építmény lesz itt. Na, GTA 5-ről eddig vélemény? Nem játszottunk vele egyébként. Mert nem is néztem. Én néztem. Jó, semmit, nem akarok róla nézni semmit. Én csak ilyen Sirius meg PC guru által néztem videókat, tehát gyakorlatilag nagy részt inkább szórakoznak. Mondjuk abban egy-kettő ilyen küldit láttam, de... Nem annyira rossz. Mondjuk a San Andreasnál azért még mai napig a favorit marad. Tehát ettől még a világot nem váltja meg szemben annyira a GTA, mint a San Andreas. Na azért, majd ha játszol velem, hát majd meg én lehet, de... Hát jó, de mi várhatunk egy darabig. Meg nem sokára jön a FIFA. Ja, én azt várom egyébként, már mindig nézem a letöltő oldalt, hogy... Mikor jön. Hogy legálisan beszerezhessni. Aha. Azért mondom, ja, volt egy répa, szerintem azt kicsit szedek. Csak azért, mert hogy elemegyek, aztán kis répa nem árt, ha van. Itt az NPC-knél. Aha. És akkor még gondolkodunk, mit akartam még mondani. Hát jön a FIFA, GTA már megjelent, majd jön az AC, de hát az még az, ami messzebb van. Hát az még, ja. Az még... Hát PC-seknek messze van. Ja, még messze. Hát... Ja.
másfél hónap, annál több, több, két hónap kb. Maradjunk annyiban. Nem, mert egy kicsit egyébként nyomottam, ami nem volt Minecraft, a Frodit is. Ja, láttam, ma van rész. Úgyhogy legalább azt az sem lehet mondani, hogy azzal nem foglalkoztam, addig az ment legalább egy kicsit. Mondjuk tök jó, hogy kb. A szezonban van, nem tudom, 30, több mint 30 meccsünk, és gyakorlatilag ebből alig tudok valamit lejátszani, de hát nem baj. HSP mód ez egy kicsit bagos az idei fel, idei. Hát, egyébként nem minden csapatnál, mert... Ezt mondtad, de én... meséld el akkor. Jó, nem mondom, melyik csapattal kezdtem, mert sokan kiakadnának. Hát jó, de ennyi a Fradir is kiakadnak, igen, te az Újpesti hát, kezdtél próbaképpen. Igen, azzal kezdtem. De kezdtétem a videó nem azért, mert szeretem, mert én videós vidis vagyok, ezt vállalom szóval mi. Egy. És az Újpesten minden meccset leenged játszani. Ahogy a videót onnan is, szóval nem tudom, hogy mi alapján hibázs, vagy nem tudom. Én tök jó, hogy a bányánál itt egy creeper mondjuk. Még nem jó, de itt van. Hát az tényleg nem jó. Jó, de szerencsére tudtam mellette menni, és most... És itt egy másik robban, nagyszerű. És tök jó fel teleportat egy másik pontra, és még egy creeper. Csak nagyon eltörjön addig a kardom. Ó, pont eltört akkor, amikor küzdöttem vele. Amikor megöltem. Többenet. Minecraft ez ki, de pont jól időzíti. Olyan furcsa most játszani. Én sem ma játszottam vele utoljára. Na, ott a pókhálóra esünk, akkor nem halunk meg vajon? De most nem próbálom ki. Én nem tudom. Csak mert ugye ez lelassít, tehát olyan, mint a tompítaná az esést. Csak egyébként csak amiatt gondolom, de... Itt azért jöttem rá, hogy bizakodok benne, hogy lesz valahol itt talán obszidián. Bár nem gyártottam itt lent, lehet egyszerűbb lett volna pár vödröt hozni, de... Az is igaz. Na mindegy. A Nether az megint egy érdekes rész, mert ott úgy is laggol a játék, mint otthon. Általában. Főleg multiplayer. Hát ja. De nem baj, majd először szerintem átnézte, regenerálja a világot. Vagy valaki átmegy igazából. Csak hát nekem ilyen frepszel van, és akkor még jobban belagosítja az egész szerepet. Jó, van egyszerűen, hogy jó, oké, de visszajutok talán. Nem bizakodjunk. Hogy fogok lejutni? Hova le? Hát Nem vagy én... Hoppá, egy creeper. De jó, maradt kőkemény másfél szívem, mert úgy döntött, hogy fenekembe lopózik és robban. Gyűjthetsz egyébként törött követ is. Jó. Egyszerűen benne cobblestone generátor, hogy gyártad, nem miért megcsinálnak a cobblestone generátort, arra lenne elég cobblestone-unk. Érted, hogy mondom. Igen. Szóval nem érné meg. Nem, addig egy kis vasmennyiséget gyűjtöttem. Egyszerű. Kis szenet itt. Na, most már ez a szén is kiletét bányászom, egyszerűen, és akkor itt egy ilyen jó sötét részét végigmegyek. De jó, gomba legalább van a kanyomban, ez nagyszerű. Bomba? Atom gomba. Jaj, akkor átneveztünk minden izét tárgyat. Nálad üllőbe. Emlékszem, amikor a füvet gazdá kereszteltük. Ja, emlékszem. Mert akkor lett a bomba. Hát jó, kreatívban legalább el lehet akkor szórakozni, mert akkor nem kér ilyen hülyeségeket hozzá. Szóval jó. Ja. Kíváncsi, hogy milyen építmény lesz. És akkor meg kéne gyújtani ott a cuccos, és akkor mint ilyen olimpiai láng itt égne, ami közben ilyen jó kis ballang hang volt. Sötétedik egyébként. Jó. Hát jó, engem. Én nem veszem észre, nekem mindegy. Most innen ugorjak le, az az érdekes mutatvány lesz. Ó, itt a sarokban volt egy emerald, ez most tűnt fel. Úgyse kereskedtük eddig. Á, túléltem. Egy smaragdal több. Hatalmas megkönnyebbülés. Ez biztos. Bár mondjuk közel lettél volna a házhoz. Na, itt egy lávamező, úgyhogy ez pont most jó lenne ide. Egy kis vizet. Szerezni, hogy csinálok kemencét. Ugye nincs izém. Mit? Hogy hívják azt? Mármit eszemben.
Szóval tudod, az a... Az az izé, ja. Az ásóna. Az izé, az izé, ja. Az izé, ez hát milyen... Az ásó. Én belegondolok, az izé, ez milyen multifunkcionális egy szó, nem? Mindenki tudsz vele fejezni. Hát elég vicces is. Uh-huh. Az izé... Az izé, tudod, az izé. Ja, ja. Izéves, ugye? Tényleg. Ezt én tartom ki. És akkor az csak abból állt, hogy csak azt mondtam, hogy izé. Izé. Ez egy Paulo Coelho alkotta filozófiai mű összképest. Elég vicces. Az biztos. Várjál, mit kell nekem? Kell fa. Jó, sejtettem, hogy ki fog jönni. Na, jönni, na, mit? Lassan meg lesz már a vödör is. Lassan most. Az jó. És akkor mindjárt vissz is téne. Kell nekem. Már nem tudom, hogy most megkeressem-e a slime-ot, ha esetleg megint itt lenne. A zombi hörgést hallok csak. Bár most már annyiban nem izgatnak, hogyha valamilyen zombis cuccot találnék, hiszen van nálunk most már nyereg, meg ilyenek, tehát... Ja, van. A dungeon-t nem kell keresnem emiatt. És a lovak is elég nyugodtan megvannak, akiket egyébként nem láthatok ugye az előző részben. Az én hibám, most egyébként még egy emeraldot találtam. És itt ráadásul két ilyen... Az jó. ...folyószerűség van. Nagyszerű. Ja. Ja, meg kéne a plate is. Nem, mit csinálsz? Leső plate-et nyomodsz? Na, mindegy, ne, meglátom, nem, én nem kérdezek. Rád bízom, tiszteltbeli tömüves mesteremmé foglak mostanról avanzsálni. Remek. Látod, ezt a rongot is kiérdemelted. Na, és ott... Ja, de sötét van, mondjuk ez érdekes lesz itt. Inkább én itt nem... legénykedek. Éjszaka. Ja, az a gyógyat, mondjuk. Úgy elfáradtam a suliba. Nem jó, a rajzóra megint izé. Hát rajzolom, kifulladtam egyszerűen. Mit kellett rajzoltok? Most egy csendületet rajzoltunk. Ki volt rakva egy könyv, meg ilyen tápsi, meg egy lisztes zacskó, tele liszttel. Ja. És azt kellett lerajzolni. Uh-huh. Ki milyen szögbe ült, mindenkinek ugye más lett a rajza. Ja, ja. Ja, ilyen 3D-be kellett, tudod. Uh-huh. Azt most már nagyjából megy nekem a 3D-s ábrázolás, hogy mondják ezt, az axonometria. Pont igen, most az tanulgattuk, az. Úgyhogy már nagyjából megy nekem egész jól. Azt mondták a rajztanár, hogy jól rajzoltam. Én azt meg 9-be tanultam. Ja, nálunk, nagy részt most vettük át inkább. De annyira nem vészes, és viszonylag tök látni, és lehet, főleg kockát jól látványosan rajzolni. Aztán, hát ja, a kockát, igen. Meg piramist, azt is jól lehet csinálni. Tiszta művész lelkek vagyunk, gyerek. Nálom meg jó volt, oda jön az irodalom tanár, hogy hogy srácok, oké, nyugodtan, nyelvtan lett volna, és akkor srácok, menjetek haza, az az egy feltétel elgedleket titeket, ugye, amit az erdészek írtak le, azt izé ti is tanuljátok meg következő, akkor hát mondom, fasz, hogy 11:06 perc. Uha! Itt egy pók betört hozzánk. Elengedtek, úgyhogy olyan nyugodt voltam. Betört hozzánk egy pók? Hát az, ne, az nem jó. Az nem hát jó, de hát végülis a pók az be tud jönni a... még egyszer ekkor a falun is, szóval... Hát jó, de hát ez most... ja... csak egy pók, most más, mint amit ön 15 creeper jönne rá, ott azt elcsesztem. Hát ja. Jó, ezt a maradékét, ezt a pállát itt hagyom. Már ennek... Hozzá köveket is. Jó. Azért kezd beépülni a táj. Ja, hát amikor a kihalt sivatagból mi azért valami emberi életformára hasonló valamit csináltunk, tehát hogy mintha emberek lennék itt. Megnézem a pacusokat, hello! Mindegyik a szénánál. Én bírom őket, tehát ott a nagy plac nekik viszonylag, tehát kényelmesen elférnek. Hát de ki van kötve a lovadat, ez ja, nincs kikötve a lovad. Nincs is fizénk, tényleg. És azért mondtam, hogy lehet meg kell néznem a slime-ot megint. Csak nem, hogy meghalljak, hogy elmélet kockázatos, de hát a Minecraft az egy kockázatos játék, úgyhogy... Egyébként 10-et elég gyűjteni obszidiánból, nem, a sarkokat nem számoljuk. Vagy igen. Van rá igényed, hogy izé legyen, nagyobb legyen? Micsoda? Tehát, hogy olyanra csináljuk, hogy meg legyen a 4 sarkából? Bár végül is az pazarlás.
Szerintem nem kell. Jó. Meg én gondoltam arra, bele lenne rakni abba a toronyban is. Legalább a jó távol, de, de nem kell egyébként, tudom. Ma azóta már át kell azt tervezni, úgyhogy... Ja. Ja, igaz. Hoppa. Kiesnem itt. Na jössz, mert aludni kéne. Hát én még éppen még csalkányozok. Működik a sín? Hát eljutottam ide, úgyhogy működik. Ez bizonyosan állíthatom, hogy a bányába elértem bele. Körülnézek, hogy milyen zombik veszik körbe a házat, de hát bejön, nem tudnak, úgyhogy remek. Ja, tényleg egyébként Minecraft mapokról most eszembe, hogy szerintem úgyis legjobb már megnyertem, mert azt mondtam, hogy ameddig haza nem érek, pénteken addig küldjétek be. És hát... ez a kettő map érkezett? Ja. Nem baj, hát most legalább van volt választási lehetőségem, meg ezt is elmutatom. Akkor az izés nyert a jövőbeli? Ja. Hát más map ilyen. Még egyet küldötéként legjobb, azt nem tudtam megcsinálni, mert ez kicsit bagos volt a map, aztán ezt meg azt kellett volna megcsinálni, de hát amúgy is mondom, sanszos volt, hogy ő fog nyerni általam. Úgyhogy majd írjam, úgyis gondolom nézed most a videót, úgyhogy majd egyszer írjál rám, és akkor megbeszéljük az egyéb dolgot, hogy hova postázzon, milyen névre. Jó, akkor ezt is letudtuk, akkor másnapi rendi pont egyerül az, hogy szedjek neked követ. Ja. Jó, szerintem ez... Döngetnek valami ajtót. Ja, de hát... könnyűn vagyunk, akkor nem törik be. Ja, itt az istáló ajtaját üti. Jó, hát aztán... ott vannak a lovaink, hát. Hello! Hello, zombi! Köszönj nekik, azaz. Megijednek tőled, vigyázz. Megijedt tőlem is, elment. Na, hogy megéreztem ma? Azért nagy császár vagyok. Matesztól még a zombik is félnek. Olyan kemény. Rolt. Megint zöngeti. Jó van. Már ketten. Hello, ja, fiú. Hallom egyébként háttérről az izét. Mert most van hang egyébként nálam, szóval... múltkor nem volt. Ja, most hallom én is egyébként a tédet is, meg az enyémet is. Meg valami pókot hallok. Ó, már három zombi üti az ajtót. Tiszta gangbang, gyerekek. Gengelnek a zombik. Ja, azt mondom. Rendesen. Ó, már hajnalodik. Ó, hát akkor mindjárt, mert már égés lesz nekik. Égés szó szerint? Hát leégés nekik. Itt egy ilyen bányapók spawner, de hát ezeknek nincsen semmi érték, úgyhogy le is szarom. Ott van redstone, kell az nekünk? Ja, hát azért, ja, ja, ja. Jó. Majd visszanézed, hogy hova kellett ezek lemennem, mert itt nem egy egyszerű út oda lejutni, de nem gond mindent a redstoneért. Hú, azt hittem, ahova leesek, de nem. Na, hajnalodik. Tomásodik? Nagyszerű. Ott van még egy kis emerald, nagyszerű, de egyébként tök jól megvan az utóbb, még egy creeper is van, jól van. Ez az esnél bele, a bős úr is lenni, na. Ez az, jól van, beleesett azért a lávába, de közben robbant is. Égnek a zombik. Legalább esemény történt, ma tesz itt. Esemény történt a Minecraftban. Hello fiúk, hello, égjetek, hello. Szerintem őket nem kell megkérni arra, hogy égjenek, elég jön, égős kedvükbe vannak. Elígták. Nagyon sok pok van itt valahol, én nagyon hallom őket. Szedjünk egy kis rotten flash-t, hello. Igen, keresem, hogy hol van annyi a... ja, de szerintem azok a bányapokok lennek ott. Na, kivilágosodott. Hoppa, meg leestem. Itt meg egy kis arany. Kis arany? Yep. It's good. Az arany ember. Amihez ő hozzáér, minden aranyjá változik, hogy a Jókai Mort idézzem. Hogy is máma is olvastam, már megint minden aranyjá változott. Igen, jó haladunk. Úgyhogy én is. Ott lesz az új aranyember. Én vagyok a Tímár. Mihály. Tímár Mihály. Jó. Itt meg már követ itt ez a kis huncut itt. Huncut ember? Nem, ez egy huncut pók volt.
akit nagyon követett engemet, de szerencsére megmurdált, úgyhogy... Wow. Hát ez itt aztán még tök bírom az olyan szakadékokat, ami gyakorlatilag láva meg vízfolyamok vannak tele. Az a legjobb. Addig jó, még lenemesek, de... Hát... Ja. Ne es le. Hát jó, el is megyek innent. Nem áll a szándékomba, de lezonyálni. Semmi kedvem nincs gyémán csakányt égetni. Na. Jaj, ásó nélkül olyan nehéz. Elfelejtettem csinálni. Ja. Nem tudom, most már merre volt az a slime-os dolog, mert már régen fogadtunk, még megtalálnám, de szerintem egyszer benne egy részen kívül visszanézni azt a részt, amivel megtaláltam. Húha, elég lesz a fa. De szerintem most már közelítek oda, ahol az volt. De... Jó, elég lesz. Oké. Okay. Meg valahol pici zombit hallok, amik a legdurvább mobok szerintem az utóbbi időben. Amúgy tényleg? Ó, itt még van sin. Hát akkor szedjünk egy kis sint. Ó, még van ott emerald is, arany is. Nagyszerűen elég nem jártam. Nem. Jó, és most volt korábban egy kérdés... Ó, elsél le. Ha mi az, hogy nem? Mit le... Ja, nincs, tele vagyok. Ó, mint dobjak ki? Egy szem gomba, hát ez most értékes. Hogy miért nem szedem fel csákánya, úgyhogy most felszedem. Most le én neki kizőzök.